Közös frakcióba kényszeríteni az ellenzéki összefogás pártjait az ISZOM. A javaslat ugyan a kormánypártoknak sem kedvezne, de a Márki-Zay Péter mögött felsorakozó pártokat hozná igazán nehéz helyzetbe. Erről is kérdezzük Szanyi Tibort. Aki az ISZOM alapítója és miniszterelnök jelöltje, jó estét kívánok. És egy képviselője van a pártnak a parlamentben, Székely Sándor, akinek a helyzete azért fura, mert a DK-s politikusként, vagy a DK által delegált képviselőként került oda, majd lett az ISZOM-nak a képviselője. Mire lezze a fejét? Az egy szövetség volt, a Magyar Szolidaritás Mozgalom és a DK közötti választási szövetség. Én ezt és értem. Ennek értelmében. De így nem furcsa, hogy pont az a Székely Sándor, aki alanyi jogon a saját szervezetével nem került volna be a parlamentbe, mondja azt, hogy olyan pártok, amelyek nem kerülnének be alanyi jogon a saját szervezetük erejéből a parlamentbe, ne alakíthassanak frakciót? Székely Sándor nem is alakított frakciót. Hát egyedül nem is tudott volna. Na hát erről van szó. Viszont vannak olyan pártok, akiknek egyébként valós támogatása nincsen, mégis hosszú évek, hanem évtizedek óta frakciót tartanak fönn a Magyar Országgyűlésben. Jelensül például mondjuk ez van ilyen a kormány oldalon és ellenzéki oldalon is, mondjuk a KDNP vagy a Párbeszéd ismereteim szerint soha semmilyen választáson nem indultak önállóan, mégis önálló frakciójuk van a Magyar Országgyűlésben. Na de ettől függetlenül azért hadd mondjak valamit, mert itt a korábbi beszélgetések egyikén Hiller Istvánnak volt egy megjegyzése Székely Sándorra, hogy ő nem csinál semmit a magyar parlamentben. Én nagyon röviden a kollégám védelmében annyit hadd mondjak el, hogy megértem Hiller Istvánt, ugyanis ő a vetélytársáról beszél, hiszen abban a választókörzetben, ahol Hiller István indul, ott fog indulni Székely Sándor is. Ő gondolja, hogy Hiller Istvánnak van félnivalója tőle? Én nem tudom, hogy kinek milyen félnivalója van, én csak annyit mondok, hogy itt rivális a riválisról. Jó, beszél. Hát akkor ezt helyre tette. De nem egészen, mert azért például Székely Sándornak a nevéhez fűződik az a zebra minimum, ami egyébként lehet, hogy olyan lájtos témának tűnik, csak hogy éppen ez több száz embernek az életét menti meg évente. Az, hogy végre egyáltalán valaki kiharcolta Magyarországgyűlésben, hogy együtt mindenki az zebrákat tegyék rendbe, és el is kezdődött ez a munka. Tehát azért van itt bőven. És akkor még annyi, hogy szabad mondani, Hiller István nagyon szépen elpucolta, amikor a pedofil törvényről volt a szavazás, és úgymond távol maradt és tartózkodott. Székely Sándor volt az egyetlen képviselő, egy bátor nemet. Na most távol maradt vagy tartózkodott, mert az két különböző politikai gesztus. Az ellenzékbe sem ment. Igen. Ez volt a nagy harciasságuk. Na mindegy. Jó, vissza a témához. Mi értelme van ennek így néhány hónappal a választás előtt, ha nem az, hogy azt a fajta hatpárti együttműködés nehezítse, ami az ellenzék oldalán kialakulni látszik? Ez nem tudom, miért nehezíti ezt a... Hát például, mert egy közös listára kényszeríti őket olyan módon, hogy annak a végén egy frakció lesz a vége, alakulhatnak meg a frakciók. Ennek az indítványnak semmi köze a választásokhoz. Hát annak a végeredményét, a parlamenti leképeződését fogja amikor minősíteni. Valaki bekerül az országgyűlésbe, onnantól kezdve mit csinál, vagy nem csinál, hat. Na most én már említettem ezt a két példát, hogy jelenleg is van két olyan párt, amelyik önállóan soha sehol nem jelentkezett, mégis frakciója van, és azért a nézőket ne hagyjuk egy homályban e tekintetben, a frakció az nem azt jelenti, hogy öten összeálltak és van egy frakciójuk, borzasztó kemény közjogi jogosítványokkal bír, kettő, gigantikus pénzzel. És ez, gigantikus ez önt miért zavarja? Ez nem zavar, én csak azt mondom, hogyha valaki, és konkrétan egyébként Márki-Zay Péternek a frakció, újabb frakció alapítási ötlete volt, ami elgondolkodhatott minket ezen, ő kiáll azzal, hogy ő aztán a tisztaság meg a korrupció lesz, és a politikai korrupció közvetlen közelébe így beleúrik a centrumba. De ebben mi a politikai korrupció? Most tételezzük fel azt, hogy a választópolgár érti a helyzetet, 7 frakció közös listán indul, ezt a 7 frakciót a közös listájával együtt megválasztja. Így van, akkor minek szép van utána? Akkor miután a választópolgár tudja, hogy ez 7 frakció lesz, önt miért zavarja ez a tény? Ezt nem tudom, mennyire tudja a választópolgár, de én nem is akarom most tulajdonképpen ezt lemecsen, hogy mit gondol a választópolgár, mert azt mondja, kérdezek mást. Székely Sándornak egyéni képviselőként ugyanúgy megvan a parlamenti ellátmánya, mint hogy egy frakciónak megvan arányosan. Nem. Arányosan nem. Kevesebb összeggel. Nem. Egy házszabály szabályozza, hogy egy egyéni képviselő mennyit kap. Így van, de nem annyiszor kap egy frakció, ahány tagja van, hanem a frakció önálló jogon kap egy nagyon-nagyon nagy börönnyi pénzt. Ezt én értem. Évben. No, hát ez az értelme annak, hogy most ott van a Párbeszéd, vegyük nyugodtan ezt. Nekem egyébként már 18-ban is csípte a szemet. Az a Párbeszéd, még azt mondja, hogy önt a Fidesz
sarkalja erre a felképzelésre. Jó, akkor én ismerem ezt a Fidesz béren szöveget, kérem tisztelettel, hát őt meg a Fidesz fizeti. A frakciók pont annyi pénzt kapnak, amennyit Orbán Viktor Fidesz akar. Fizeti? Pont annyi? Hát a kétharmados Fidesz többség határozza meg, hogy ki mennyi pénzt kap. Snuszpassz, ebben semmi beleszólás. De ez mindig így van, mindig a többség fogja hát meghatározni, hogy mennyi az összeg a frakció. Politikailag nem adnak nekik, nem osztanak lapot, ellenben betömik a szemüket egy halom pénzzel. Voltak éppen azt mondja, hogy el kéne venni a frakciót. Nem, a én azt mondom, hogy azért az ilyen csalásokat ne csináljuk, mint most mondok egy hasonlatot, amikor mondjuk a Párbeszéd két kölcsönembert innen-onnan kiimádkozott, hogy meglegyen az öt fője, hogy egy frakciót tudjon alapítani, akkor konkrétan az olyan, mintha én a szomszéd gyerekét írnám be a papír, és arra veszem fel a csokot. Tehát itt arról van szó, egyébként is tényleg erről van szó, hogy egy olyan párt, most mondom, MMM vagy bárki, aki nem is indul önállóan, de már most bejelenti, hogy önálló frakciót akar, erre mondtuk azt, hogy na ez már tényleg szétlopása az egész ügynek, ez már túlmutat azon, ami egyébként normális esetben van. Oké, egy párt kapott szavazatot, bekerül, frakciót alapít, hurrá. De ez az osztódás, ez csak a pénzről szól. Ugye folyamatosan az ellenzéki pártokat emlegeti, azért ez megalapozza azt a feltételezését ezeknek az ellenzéki politikusoknak, hogy ellenük szól a képzelésük konkrétan. Hát most nekem teljesen mindegy, ők azok, akik egyébként a pénzért osztódnak, tehát ez az egyik, és akkor ne beszéljenek ők tisztaságról, meg korrupciómentességről, az egyik. A másik pedig, és ez nagyon fontos dolog, ha ők valóban kormányra akarnának kerülni, akkor őket ez nem érdekelné. Ez csak a Fidesznek, illetve a KDNP-nek lenne rossz, amennyiben ők ellenzékbe kerülnének. Nekik kéne visítani. Na de ezzel együtt... Miért attól, mert valaki kormányra kerül, óhatatlanul tele lesz pénzzel a zsebe? Abszolút, hiszen a kormányzati funkcióval fakadóan rengeteg olyan intézményi... És az nem korrupció? Nem korrupció. Miért az, hogy egy kormány a saját embereit teszi tulajdonképpen ide vagy oda vagy amoda, ez a világon mindenütt nagy... De a frakció alapítás korrupció, de a kormányban osztott pénz az nem az. A fölösleges frakció alakítás, tehát amikor azt mondjuk, hogy együtt bekerülünk, azt a szétspriccelünk, ez így nem működik. Szanyi Tibor, köszönöm szépen. Még egy mondatot. Hogy egy utolsót. Utolsó. Én azt mondom, és azt is mondjuk, 23-án a járványra való tekintettel senki ne menjen semmilyen tömegrendezvényre, ezt szerettem volna még elmondani. Önöknek nem lesz megemlékezésük ezek szerint. Köszönöm.